Kissé megkésve, de itt van a vénasszonyok nyara. Ha nem is lesz 30 fok, de mindenképpen napos, és az átlagosnál melegebb idő vár ránk a következő napokban. A felhőzet előrejelzésen láthatjuk, hogy péntekre virradó éjszaka egy gyenge hideg front vonul át felettünk, de ez csak átmeneti felhőzet növekedést okoz, míg csapadékot egyáltalán nem. Ezt követően azonban a kiterjedtebb felhőzettel rendelkező frontok kontinensünk északi részén vonulnak, míg délen inkább anticiklonális hatások érvényesülnek. Ennek megfelelően Európa nagy részén délutánra 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, viszont Oroszországban és Skandináviában csak 8-10, míg az Ibériai félszigeten közel 30 fok várható. Még egy kis érdekesség Európából. A műholdkép animáció bal szélén látható Ophelia nevű trópusi ciklon lassan ugyan, de Európa nyugati partjai felé tart. A mozgása egyelőre még nagyon bizonytalan, de a legfrissebb számítások alapján a jövő hét elején érheti el, legyengülve, feltehetőleg a Brit-szigetek térségét. A Kárpát-medencében viszont az előttünk álló napokban, sőt egy hétben veszélyes időjárási jelenségtől nem kell tartani. Az éjszakai érintő hidegfront mögött pénteken több órás napsütésre számíthatunk, bár a változó felhőzet időnként azért takarhatja a napot. Csapadék nem lesz, az északnyugati szél viszont helyenként megerősödik. A hétvégén pedig egyre kevesebb felhőre és egyre több napsütésre van kilátás. A kora délutáni órákban jellemzően 20 fok köré melegszik fel a levegő, de érdemes rétegesen öltözni, ugyanis reggel néhol még talajmenti fagy is előfordul, de napnyugta után is gyorsan 10 fok alá csökken a hőmérséklet. A jövő hét első napjaiban is a napsütésé lesz a főszerep, azonban egyre inkább nő az esélye az ilyenkor egyébként szokásos, éjszaka képződő ködfoltoknak, melyek napközben néhol csak nehézkesen oszlanak fel. A ködös területek pontos előrejelzése azonban ilyen távon még sajnos nem lehetséges.